áldást kívánok, igen, Magyarország miniszterelnökére, minden pátoskodás nélkül. World Trade Centert ugye 2001. szeptember 11-én, napokkal, hetekkel előtte biztosítást kötött rá egy Larry Silverstein nevezető ember, úgy, hogy terrorcselekményre is kapott biztosítást, amire se polgárháborús dologra, se terrorcselekményre nem kötnek biztosítást. Neki kötöttek 11 héttel, mielőtt nanotermittel megolvasztották a vasat, ezt fönn van a YouTube-on, én raktam föl, már nem YouTube-on, a Wikipédián. Egy hamis dollárt kézbe tartani, használni, bűn, én ezért most ezzel megszüntetem ezt. Ezzel is kifejezem azt, hogy ezzel a pénzzel becsapják az embereket, kirabolják. Éjjel soká, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin! Hajrá! 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 Az embereket. Szlovákiában a polgárok véleménye nélkül, a kormány manipulálásával akaratlanul vele lettünk kényszerítve a támadó NATO egyezménybe. NATO nézete a szlovák népnek idegen. Nekünk idegen a humanitárius bombázás, szankciók államok ellen, ez egy büntetés a nemzetnek. Mi nem akarunk részt venni ebben a kollektív bűnökben a NATO-ban. Kedves magyar testvéreim, és azok, akik nem a mi népünkhöz tartoznak, de az Istentől nyert egyetemes emberség rendjében kívánnak a békéért kiállni a háborúval szemben. Köszöntöm Önöket a Hazatérés temploma, presbitériuma és gyülekedete nevében, és keresztényi erkölcsi kötelezettségemnek tartom, hogy itt legyek, és szót emeljek azon háborús uszítás ellen, mely háborús pszichózis felkeltésével folyik a nyugati fősodratú média legtevékenyebb közreműködésével. Dosztojevszki, a nagy orosz író mondta, hogy aki nem érzi lába alatt a földet, az Isten sem érzi. Nos, kimondhatjuk Putyin elnök úrról, hogy ő érzi lába alatt a földet, az orosz földet, az orosz anyaföldet, szülőföldjét, és érezni is kívánja a továbbiakban is népével együtt, és nem szeretné, hogyha idegen hatalmak érdekei szerint olyan helyzet teremtődne, hogy egyszer csak kihúznák a lábuk alól a szülőföldet. Mi magyarok komoly küzdelmet folytatunk, és nem egy esetben, már-már szinte utóvét harcolt szülőföldünk magyarként történő megtartásáért. És a trianoni országvesztés tragédiája bennünket újra és újra figyelmeztet, hogy igen, lehetséges az, hogy egy nép elveszítse szülőföldjének jelentős részét, döntő részét. És akkor, amikor a békéért kiállunk, akkor szívünk elsőrenden Kárpátaljára gondol, kárpátaljai magyar és ruszin testvéreinkre, és úgy véljük, hogy őket is ugyanúgy megilleti a nemzeti önrendelkezéshez való jog, mint minden más népet és nemzetet szerte Európában és szerte a világon. És ennek kapcsán fontosnak tartom hangoztatni azt, hogy ha az orosz nemzetiségnek ezen jogát megtagadjuk, megtagadja Európa, megtagadja úgymond művelt, civilizált nyugat, akkor milyen alapon képviselheti más népeknek az önrendelkezési jogát? Az észekét, a lettekét, a litvánokét, akit hasonlóképpen megillet ugyanez, de mondjuk, hogy az ukránokét is megilleti ugyanez, és én fontosnak tartom e tekintetben felidézni azt, hogy hihetetlen szenvedést ért át az ukránság a sztálini terror alatt, gondoljunk csak a holodomorra, Ukrajna kiéheztetésére. De hogyan elhangzott már ezen a rendezvényen, nem lehet a mai Oroszországot a sztálini Oroszországgal azonosítani, ahogyan az egyik kedves honfitársunk külön föl is emelt egy ilyen írás, jelezve azt, hogy Putyin nem egyenlő Sztálinnal, ahogyan Oroszország nem egyenlő a Szovjetunióval. Oroszország nélkül nincs Európa, Oroszország nélkül nincsen egyetemes emberi civilizáció. Az orosz néplélek hihetetlenül gazdag,
kincsét hozta fel annak a csodának, amelyet Isten eleve elrendelő, teremtő, gondviselő és újjáteremtő akarata egy népen keresztül mindannyiunkat gazdagítva adni kívánt és tudott is. A testvéreim, álljunk ki együttesen ezért a békességért. És engem senki nem úgy ismer, mint aki Orbán Viktornak a személyes híve lenne, vagy tanácsadója, de egy bizonyos, testvéreim, hogy ismerjük azért azt el, hogy amit Orbán Viktor ma képvisel Oroszországhoz fűződő viszony tekintetében, az a józanság lelkének a lenyomata és képviselete egy olyan világban, ahol a nyugat és elsőrenden az Amerikai Egyesült Államok nem akarja tudomásul venni, hogy egy atom nagyhatalommal szórakozik, a tűzzel játszik, és ez hihetetlen kockázatokat rejt magában. Magyarország ezt a kockázatot nem kívánja vállalni. Európa ezt a kockázatot nem kívánja vállalni. És nem csak az ukrajnai oroszok nem kívánják vállalni, hanem az ukrajnai ukránok sem kívánják vállalni, az ukrajnai magyarok, lengyelek, románok sem kívánják vállalni. Mi az igazi békességért kívánunk kiállni, és mondjuk ki, hogy a békességért nem elég csak imádkozni, azért dolgozni is kell. A debreceni református kollégium mellvédjén szerepel a felirat, orándó et laborándó, imádkozzál és dolgozzál. A kettőt egymással szemben kijátszani, felcserélni nem szabad, nem lehet, hiszen a súlyos következményekkel jár. Én a templomban imádkozom rendszeresen a békéért. Én kérem önöket, önök is tegyék meg mindezt, mert Isten ereje nélkül ez majd, hogy nem lehetetlen. Szinte háborúra vagyunk ítélve. Az utolsó tűzoltásos akciókat végzik a politikusok, akikben megvan még a jó érzés és az az emberség, amelyet Istentől nyertek. De dolgozni is kell érte, a békességét, azt meg kell teremteni. Isten áldja azokat a vezetőket, akik ezért a békességért munkálkodnak, és akik a háborús gépezetet kívánják leállítani. És ilyen értelemben áldást kívánok, igen, Magyarország miniszterelnökére, minden pátoskodás nélkül, arra a tárgyalásra, amit ma az orosz elnökkel folytat, és áldást kívánunk Putyin elnök úrra, és természetesen áldást kívánunk az orosz népre. Teszem mindezt úgy, mint egy olyan embernek a fia, aki 56-ban elsőként húzatta meg a kálvintéri református templom harangját az 56-os forradalom és szabadságharc mártírjainak tiszteletére. Az ő szent lelkes szabadságharcos küzdelmük is erre készített engem. Sose gondoltam volna, hogy a keresztény értékrendek és az európai civilizációnak utolsó mencsváraként, bástyájaként fogok én magam Oroszországra tekinteni. De hát így hozta a sors, így hozta az az idő, amelyben élünk, ragadjuk meg a lehetőséget, álljunk ki az igaz emberségért, az Istentől nyert keresztény értékrendért. Isten áldja önöket! És most megkérem a szír közösség itteni vezetőjét, Szír Alit, hogy ő is mondja azt a pár gondolatot, amivel ide érkezett. A különbség Vladimir Putin és Obama. Obama keresi babukat, Vladimir Putin keresi partner. Ha ő megtalálta partner Magyarországban, abból mi a probléma? Ez a jó, hogy partnerként állunk egymással szemben, nem babu, ahogy kezeli több ország Amerika. Ki Amerika? Amerika most, ahol van probléma, ott van Amerika. Láttuk, mit csinált Afganisztánba, Irakba, és mindenhol. Most mit csinál Venezuelába? Ott is Venezuelába próbálták forradalom nevében, amihez nem forradalom, ugyanez, ami történt Szíriában, konkrétan ott, ugyanez történt Venezuelába. Ugyanez. Fiatalok gyűjtenek gumikat, mennek ártatlan embereknek, és ez nevezik forradalom. Ez rendbontás, ha úgy nevezünk, ennél több. Szíriában is ugyanez.
Több mint 2000 szíriai itt él Magyarországon. A legtöbb, nevezem őket most, aki ők neveznek magukat, hogy ellenzék, én nevezem őket árulók. Igen. Aki árulja saját hazáját, ez csak áruló lehet. És őket pénzbe, vagy mindegy mibe. Ha nézzünk itt a kapcsolat 100 évvel ezelőtt, nagyon jó volt a kapcsolat Magyarország és Oroszország. 100 évvel ezelőtt. És ott is voltak arabok. Ha ezt nézzünk Hajdú-Buszurmin, ez Hajdú-Buszurmin, ami Debrecennél, és Buszurmin utca, ami itt Muszafak térnél, ezért kapott a név, mert ez arabok, lehet nézni utána. Buszurminok, ezek arabok. Arabok akkor is segítettek, mikor volt a kapcsolat kereskedésben, mikor mentek Oroszország felé a kereskedők és Magyarország között. Hát akkor itt Oroszország nem most partner, jó partner a Magyarországnak. Abból nem értem, hogy miért Európa nekik nem tetszik, hogy áll a kapcsolat, illetve frissítik a kapcsolat magyarok és Oroszország között. Oroszok, Oroszország, ha nincs most Putin, higgyetek el, a harmadik világháború rég ott megtörtént. Harmadik világháború. Most, ami történt, mikor itt volt Merkel, természetesen Ukrajna probléma miatt, ő adta szava, ott van béke már Ukrajnában. Obama hányszor beszél, hányszor adja szava, ő fordítva. Adja szava, van probléma. Ahol mondja, itt nincs probléma, fordítva van probléma. Ha életi a Nobel-díjat, béke Nobel-díjat, ha ez életi, amit kapta Obama, ez nem ő életi, Vladimir Putin életi. Köszönöm szépen! Putin urat most az orosz népnek, a részben ez kiít a utódoknak, a legkiemelkedőbb nemzeti politikusaként fogadjuk, s nagyon örülünk látogatásának. Köszöntjük, és bíztatjuk Önt! Hozza nyilvánosságra a bizonyítékokat, melyek igazolják végre, hogy az USA kormánya és titkosszolgálata komoly szerepet játszott a 2001. szeptember 11-i terrortámadások végrehajtásában. Mert sajnos gyakorlattá vált az úgynevezett hamis zászlós önmerényletek végrehajtása a saját polgárok ellen, hogy legyen ürügy katonai agressziók megindítására, hogy legyen egy hamis kázusz belli. Mindez sajnos Ukrajnára is igaz. És mi magyarok ezt épp úgy tudjuk, mint ahogy az orosz elnök. Azok a hamis proféták, akik 1956-ban is szabad kezet adtak eltiprásunkra a bolsevik Szovjetuniónak, és akik 1920-ban lassú halálra ítélve minket feldarabolták a Kárpát hazát. Ők akarnak most háborút Oroszország és Ukrajna között is. Tehát közös az ellenségünk, elnök úr. A béke melletti kiállás ma egész Európában a legaktuálisabb feladat. Ma elsősorban a polkorek kettős mérce egyre jobban terjedő gyakorlata miatt fontos kiállnunk, és a hazugságokat le kell lepleznünk. Ugyanis Donyeck és Luhansk megyék lakossága népszavazást tartott, és azt előre elutasította mind az EU, mind az USA vezetése. Tehát épp az önrendelkezést tagadják meg az ottani oroszoktól. Érdekes, hogy az önrendelkezés például Koszovó vagy Skócia esetében, ha nehezen is, de elismerték. Mekkora hamisság ez? Az euróatlanti államok által lefektetett ENSZ alapokmányának elvei közül az első és a legfontosabb az úgynevezett önrendelkezési jog. Ám ha nem fűződik érdekünk annak betartására, akkor elutasítjuk. Milyen erköstelen világ az, ahol ezt nyugodtan megtehetik? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Zdraszújtje! Szalam alaikum! Nagy örömre szolgál, hogy egy jeles alkalomból önökhöz szólhatok, az egyik főszervező, a Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete MIX főtitkár helyetteseként. Önökhöz, akikkel közösen gondoljuk azt, hogy meg kell mutassuk,
Magyarországon nem pusztán az orosz nép ellen tüntető liberálisok léteznek. Mert itt vagyunk mi is, a nemzetközi helyzetet reálisan látó emberek. Azok, akik tudják, Magyarország felemelkedésének kulcsa a Vlagyimir Putyin vezette Oroszországgal való minél szorosabb és jobb kapcsolat kiépítése. Persze nem pusztán Magyarország sorsán képes javítani az Orosz Föderáció segítsége. Vlagyimir Putyin vezetésével Oroszország sikeresen segíti megakadályozni az antiatlantista országok elleni támadások és pucskísérletek tömegét. Orosz barátaink kiállnak és megvédik a függetlenedő Donbass, a szabad Venezuela és a szabad Szíria harcát. Lássuk be, amikor arra alkalmatlan emberek ültek az Orosz Föderáció elnöki székében, akkor az USA és csatlósai szabadon garázdálkodhattak. Bombákkal porigbombázták Jugoszláviát, majd Líbiát. De ennek vége, hála Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnak. Ő az, aki képes lesz győzelemre vezetni népeink harcát a nyugati elnyomás ellen. Ő az, akinek vezetésével az Eurázsia Unió országai hamarosan az atlantista EU-nál sokkal hatékonyabb egységbe tömörülnek. Ő az, aki a BRICS országok kooperációjának egyik legnagyobb motorjaként az atlantizmustól független gazdasági hatalmakat képes lesz egyre szorosabb gazdasági együttműködésre késztetni a nyugati hatalmak kizárásával. Ő az, akinek vezetésével Oroszország úgy védi a Luhanszki és Donyecki népköztársaságok, a latin-amerikai és arab nemzetek önvédelmi harcát, az atlantizmus és a terrorizmus ellen, ahogy az anyamedve védi bocsait a rájuk támadó dökkesejük ellen. Ne feledjük, az Orosz Föderáció nemrégiben felajánlotta a gazdasági segítségét a nyugati békjó rabigája alatt szenvedő görög népnek is. A továbbiabban pedig Magyarországnak törekednie kell arra, hogy mi lehessünk a híd az EU és az Eurázsia Unió között. Rövid távon ez lenne hazánk érdeke, főként azért, mert ez óriási gazdasági felemelés hozna hazánkra. Egy ilyen célkitűzésben segítségünkre lehet az is, hogy az Európát a távol-kelettel összekötő orosz szélesnyomtávú vasút is a magyar határon záhonynál érkezik az Európai Unióba. Köszönettel tartozunk az Oroszországi Föderációnak és vezetőinek, Vlagyimir Putyinnak. Azért, mert megakadályozzák, hogy az Egyesült Államok és csatlósai az egész világot gazdasági és katonai uralmuk alá hajtsák. Köszönettel tartozunk azért, mert nap mint nap kiállnak és helytállnak azért, hogy befejeződhessen az értelmetlen vérengzés, mind Ukrajnában, mind Szíriában, mind az egész világon. Éljen soká Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin! Éljen soká az Orosz Föderáció! Éljen soká a hős orosz nép! Hajrá! 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 Éljen Magyarország! Éljen Szíria! Eléggé vége. A vége eléggé harcias volt. Ez így tetszik nekem, hogy vannak ilyen fiatalok. És most felolvasnám azt a nyilatkozatot, amit át fogunk adni a elnézést a követségnek. Oroszország Föderáció Magyarországi Nagykövetsége Szergej Vlagyimir Nikolajevics nagykövet úr részére. Tisztelt nagykövet úr, alulírott felelősen gondolkodó magyar állampolgárok, Balog István, az általunk képviselt Jogállamiság Egyesület, valamint Barabás György, a MIX, Magyar Ifjúsági Közösségi Szervezete, valamint Mány Péter, a Magyar Jog és Igazság.eu civil szervezetek nevében tisztelettel arra kérjük a nagykövet urat, hogy az alábbi nyilatkozatunkat az orosz kormány felé továbbítani szíveskedjék. Mi a nyilatkozat aláírói kifejezzük egyetértésünket Putyin elnök úr és az orosz kormány határozott, ugyanakkor az európai békefolyamatok kedvező irányába történő befolyásolása érdekében tett erőfeszítéseivel. Mi a nyilatkozat aláírói azért küzdünk, hogy Magyarország független legyen, lépjen ki a NATO katonai szervezetéből, és minden állammal megfelelő kulturális és gazdasági kapcsolatot ápoljon. Az orosz-magyar viszony ápolását hagyományainknak megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk új gazdasági, mint kulturális területen. Mi az aláírók nem felejtettük el, hogy mekkora áldozatot hozott az orosz nép a II. Világháború idején annak érdekében, hogy Magyarország felszabadult a fasiszta uralom alól.
Putyin elnök úr és az orosz kormány politikájának köszönhető továbbá az is, hogy végsőkig kiélezett helyzetben kiállt és hitet tett az arab világ, különösen Szíria létének fennmaradásáért. Ugyanakkor tiszteletre méltó az elkötelezettség az ukrajnai válsághelyzetben tanúsított orosz politikai és katonai támogatás, megingathatatlan kiállás az orosz ajkú nemzetiségek mellett. Közös érdekünk, hogy az általunk lakott földrész összes nemzetsége békében, nyugalomban élhessen egymás mellett, és a világuralomra törő USA végre térjen vissza véglegesen a saját földrészére, és ne akarjon Európa és Ázsia népei felett uralkodni. Kijelentjük, hogy nem akarunk háborút, nem akarunk rombolni, békében és szeretetben akarunk élni minden néppel. I just want to say I am not a politician, I am a sportsman. Okay, so ladies and gentlemen, please your attention. I would like to say a little word. I don't want to take much from your time. I am a sportsman who lived in West and East in America 10 years, in my country Syria about 15 years, and the rest in Europe. I would like to express my thanks to Russia. Donda László vagyok, 2006 őszén mind a 37 napon ott voltam, és több okból jöttem ki, de a legfontosabb, amiért itt vagyok, hogy nekünk itt Magyarországon el kellene kezdeni követelni egy szabad Európát. Európa nem szabad, Európa amerikai megszállás alatt van. Másfél évvel ezelőtt a Bundestag választásokon Stuttgartban kb. 300 ember előtt megkérdezték Angela Merkelt, hogy Németországnak miért nincs még mind a mai napig békeszerződése. Hetet, havat összehordott, az elején más mondott, mint a végén, és gyakorlatilag össze-vissza hazudozott egy 80 milliós országnak a miniszterelnöke, a kancellárja egész pontosan. Több filmet lehet látni, hála az Egyesült Államok csodálatos embereinek, akik létrehozták az internetet, akik a YouTube-ot létrehozták, de ma már Amerika csak a pénzről és a fegyverkezésről szól, és ezen a YouTube-on nagyon sok mindent lehet látni, így többek között azt is a minap megnéztem, hogy Németországban 200 darab amerikai cég van, aki nem fizet adót, semmiféle ellenőrzés nincs felette, és egyetlen egy feladata van Németországot állandóan lehallgatni. Gyakorlatilag Németországban az Egyesült Államok területen kívüliséget élvez, és az a célja, nálamnál okosabb emberek, már Magyarországon is lefordították ezt a YouTube videófilmet, Ken Jebsen, vagy Dirk Müller tudom ajánlani, de azt csak azt tudja megérteni, aki németül tud. Gyakorlatilag mindaz, ami most történik velünk, az 1897-ben az első cionista konferencián lett lefektetve, amikor elhatározták, hogy 50 éven belül Palesztinából Izraelt csinálnak. Nem akarom a történetet végigmondani, ez lett volna Drábik János feladata, csak szeretnék egy ilyen mérföldkőre utalni, hogy 1917. november 2-án az angol külügyminiszter James Arthur Balfour egy levelet írt Lord Rothschildnak azzal, hogy
Anglia szívesen látna Palesztinába egy zsidó otthon megteremtését, de az őslakosság semmiféle kárt emiatt nem szenvedhet. Aki ismeri a történelmet, tudja, hogy mi történt azóta. Tényleg hónapokon múlott, 50 év és pár hónappal született meg Izrael állam, és ha most megnézitek a történelmet, az első világháború után Észak-Poroszországot elvették, az úgynevezett ugye Antant, és ez az Észak-Poroszország elvétele és Lengyelországnak adták, azt történt utána, hogy Kelet-Poroszország elszakadt Németországtól, és onnantól kezdve azon ügyködött Anglia, Franciaország, az Egyesült Államok, hogy addig provokálják Németországot, amíg ki nem tör a háború. Ugyanez történik most Ukrajnában. Olyan határokat hoztak, amikor népszavazáson megszavazták, ugye, hogy legyen önálló állam Ukrajna, amikor Németország megegyezett Oroszországgal, illetve a megszálló közben ugye rákényszerítették őt, hogy nehogy véletlenül az orosz Szovjetunió pontosan elfogja a Németországot, rákényszerítették, hogy ők is NATO tagok legyenek. De a NATO azért született, egy védelmi szövetség volt a Varsói szerződés ellen. Ezen a bizonyos 90-91-ben, ami ez a 2 plusz 4, így szokták nevezni, Kelet-Németország, Nyugat-Németország és a négy szövetséges hatalom, megegyeztek, hogy a NATO keleti határa a német határ lesz. Ezt fölrúgták, azóta folyamatosan fölrúgták, szép lassan körbekerítik Oroszországot. Az Egyesült Államoknak egy évvel és pár hónappal ezelőtt 17 ezer milliárd dollár volt az államadóssága, ez körülbelül 100%-a az egyévi GDP-jének, majd tavaly már 17.100 milliárd dollár volt. Nem, bocsánatot kérek, mert pillanat el. 18.100 most. 18, egyetlen év alatt 1000 milliárd dollárról, iszonyú nagy szám, 1000 milliárd dollárra növekedett az Egyesült Államok adóssága. Gyakorlatilag arról szól a történet, hogy az Egyesült Államok csődben van. Az Egyesült Államok gyakorlatilag minden szerződést eddig fölrugott. Az, amit most, amivel Putyin fenyegeti az Egyesült Államokat, ezt a YouTube-on meg lehet nézni, hogy a World Trade Center-t ugye 2001. szeptember 11-én, napokkal, hetekkel előtte biztosítást kötött rá egy Larry Silverstein nevezető ember, úgy, hogy terrorcselekményre is kapott biztosítást, amire se polgárháborús dologra, se terrorcselekményre nem kötnek biztosítást. Neki kötöttek 11 héttel, mielőtt nanotermittel megolvasztották a vasat, ezt fönn van a YouTube-on, én raktam föl, már nem YouTube-on, a Wikipédián, egy dán csapat, kb. 12-en vannak, akik kimutatták abból a porból, hogy a nanotermit volt, amivel megolvasztották, az kb. 3000 fokon olvad, majd berobbantották irányított robbantással. Ez gyönyörűen lehet látni a Wikipédián, milliók megnézték, de a világ félre van vezetve. Az Egyesült Államok egyik legnagyobb bűncselekménye az az, hogy 1971-ben, Nixon idején fölmondta a dollár ezüst fedezetét. Annak idején a dollár még úgy nézett ki, itt van egy kép, akit érdekel, közelről meg tudja nézni. Itt fölül az szerepel, hogy Silver Certificate. A mostani, jelenleg érvényes dollár az van ideérve, hogy Federal Reserve Note. Magyarul nagyon jól hangzik, ez egy fedezetlen dollár. Mielőtt még egy fedezetlen, magyarul hamis pénz, ami évente kb. 10%-kal inflálódik, a nemzetközi dollár. Ezt nem én találtam ki, Bogár László professzor mondta el a háttérképben kb. Egy éve. Közben a nemzeti dollárvaluta az évente 2%-ot inflálódik. Tehát akinek birtokában van ma egy ilyen Federal Reserve Note, mint nekem, ez egy hamis pénz. Ezzel csapja be a világot. Nyomtatják, nyomtatják, ezért tudnak 153 országban 900 támaszpontot föntartani. Mert fedezetlen dollárral fizetnek mindenütt.
Azért bombázták vissza évtizedekre káoszba Líbiát, mert dollárt nem volt hajlandó a fedezetlen dollárért eladni, hanem csak aranyért. Ezért Putyin azért tiszteletet érdemel, mert a saját népe érdekében először is nem lett Európa, nem lett Oroszországból Amerika. Európa jelenleg azt az utat járja, hogy egy nagy katyvasz lesz. Ezért kell befogadni a bevándorlókat, és egy csomó más olyan trükköt találnak ki, ami túl sok, messze vezetne, én ezt elmondanám. Egyébként csak hogy érzékeltessem, hogy jelenleg Franciaország 93, Anglia 91%-ban van eladósodva, az az államadósága, a GDP arányosan, de a teljes államadósága 249% Franciaországnak, 389% Angliának. Amit elmondtam, mielőtt megfelelő kezelésbe veszem ezt a dollárt, szeretném, hogyha ezt értelmeznétek. Ugye ez van ideírva, hogy Oroszország szállja meg Ukrajnát? Kérdőjel. És mindegyik, látjuk, USA, NATO, IMF, Monsanto, nem kell sokat mondjak, a transzatlanti szerződés, ami teljes titokban zsarolva Európai Uniót, úgy, hogy természetesen az Európai Unió vezetői nem választott személyek. Kijelölt, ráadásul még olyan iskolai végzettségük, diplomájuk sincs, ami kötelező lenne azokban a feladatokban, amiket ők ellátnak. Az Egyesült Államok jelenleg ilyen politikát folytat. Ezt így lehet látni. Bocsánat, nagy. A szabadság lángja lángba borítja Európát, Közel-Keletet, és milliók pusztulnak évtizedek óta, és nem történik gyakorlatilag más, mint hogy emberek pusztulnak. Befejezésül az élet, pontosan az utolsó aktus előtt, egy személyeset szeretnék mondani, hogy milyen furcsa az élet. Ugye 12 évet egyetemen is tanultam oroszul. Most itt vagyok a volt szovjet nagykövetség előtt, Oroszország nagykövetsége előtt, szolidaritásomat kifejezni Putyinnal, az orosz néppel, és nagyon sok erőt kívánok nekik, hogy megakadályozzák, hogy provokálják őket, mert háborút akar az Egyesült Államok. Ezt Németországban, a fórumokon döntő többségében az emberek tisztában vannak. Németországtól függ az, hogy végre álljon Európa élére, és ne hagyják, hogy bábáskodjon fölöttük az Egyesült Államok, és szervezzék meg a saját európai NATO-jukat. Oroszország nélkül Európában nincs béke, Oroszország európai állam, a tegnapi hazaárulók, azok gyakorlatilag megtagadják Oroszországtól, hogy Oroszország is európai állam. Az Egyesült Államok hamis dollárra, az pedig tönkreteszi a világot. Az én nagyobbik fiam 23 éves, egy évvel ezelőtt összebarátkozott Augsburgban az egyetemen egy leányozóval, moszkvai leányzó orosz, most karácsonyi szilveszterkor ott volt nála. A kisebbik fiam, aki Hannoverben tanul, saját önszántából tavaly az orosz nyelvet választotta, hogy azt tanulja. Én meg csak nézek, mint a moziba, és ezért is sokkal szimpatikusabb lett nekem ez az ország, Oroszország, amelyik nyilvánvalóan megakadályozta, hogy teljes mértékben kifosszák attól a kincseitől, természeti kincseitől, amit velünk is megtettek, és tucatnyi országgal is ezt csinálják Oroszországgal. Egy hamis dollárt kézbe tartani, használni, bűn. Én ezért most ezzel megszüntetem ezt. Ezzel is kifejezem azt, hogy ezzel a pénzzel becsapják az embereket, kirabolják. Ez a pénz millió emberek vérével van megszínezve. Ez egy bűn, ilyen pénzt kézbe tartani. Köszönöm, hogy meghallgattatok.